két barátjával, azok feleségével és a saját nejével járt Vietnámban, Varga Gyula, nyugalmazott egyetemi tanár. Az ázsiai országban egy hónapot töltöttek, a látnivalókat egy könyvben gyűjtötték össze. Az ott szerzett élményekről a Makói könyvtárban volt úti beszámoló. Hát ha egyet-kettőt ki kellene emelni, akkor a vietnámi mentalitás, az embereknek a világhoz való kapcsolódása. Velünk ellentétben, európaiakkal ellentétben a vietnámi felfogás az nem ismeri a vagy-vagyot. Nem mondja azt, hogy fekete, fehér, nem mondja azt, hogy baloldali, meg jobboldali, hanem azt mondja, hogy is-is. Tehát konfuciánus is, aztán buddhista is, aztán egy kicsit hisz a régi babonákban, a jó és rossz szellemekben, és ez nem zárja ki azt, hogy rendes templomba járóként ne legyen egyúttal például tagja a kommunista pártnak. És, mint kommunista pártag, a piacgazdaság abszolút híve. Az utazó szerint a másik fontos jellemvonás, hogy a vietnámiak ki tudnak egyezni ellenségeikkel. Kiegyezett az észak-vietnámi, az ellene harcoló dél-vietnámival. Kiegyezett a francia gyarmatosítókkal, kiegyezett az amerikaiakkal, akik végigbombázták ezt a szerencsétlen országot, és 100 000 számra születtek olyan gyerekek, akik a vegyszeres háború miatt kéz vagy láb nélkül születnek, még részben most is. Több mint 100 000 ilyen nyomorék gyerek született. Lebombázták például az amerikaiak az ország egyik legszebb és számomra a legérdekesebb műemlékét, egy templom együttest, de a bejáratnál, a múzeumnak a falán van egy tábla, hogy ezeket az épületeket az amerikai nép segítségével helyreállítjuk. Tehát ebben benn van az, hogy ellenség volt, de ezt most elfeledjük, mert ők is segítenek bennünk, és kiegyeztünk egymással. Ez a fajta hazafiság, amely nem a gyűlölködésben éli ki magát, nem az ellenség keresésben éli ki magát. Számomra ez volt a legnagyobb élmény Vietnámban. Varga Gyula nem véletlenül tart városunkban úti beszámolót, hiszen van makói kötődése. Én 1960-ban Erdei Ferenc gyakornoka lettem, aki akkor a Tudományos Akadémia főtitkára volt, és egészen haláláig közvetlen munkatársa, 4 könyvben szerzőtársa, majdnem mint fiatal gyerek. Ez az én makói kötődésem. Egy kicsit olyan második hazám, az első az Sopron. Varga Gyula nem csak Vietnámban, hanem más ázsiai országokban is járt. Így Malajziában, Szingapúrban, Tájföldön, Kambodzsán, Burmán és Laoszon. Tájföld kivételével mindegyikről írt útikönyvet.